A felkészülési időszakban összesen 100 edzést tartottunk, ebből 21 előkészületi mérkőzés volt. A lányok nagyon becsületesen jól dolgoztak, sajnos sok mellékkörülmény, sérülés akadályozta a munkánkat. Maga a felkészülés úgy érzem, hogy jó volt, de hát a kezdés az nagyon-nagyon balul sikerült, mert az MTK-tól egy 22 pontos vereséggel tértünk haza. Egy alacsony színvonalú gyenge mérkőzésen, gyenge MTK-val szemben mi még gyengébben játszottunk. Na most a felkészülésre visszatérve, volt itt a 21 mérkőzésben egy siókupa, amit megnyertünk, volt egy amerikai mérkőzés, ami nagyon-nagyon nagy sikernek számít és könyvelem el, de hát tulajdonképpen a mi vizsgánk a bajnoki mérkőzéseken. A legnagyobb probléma a játékosok sorában az, hogy tétmérkőzésen, már én a mérkőzésekre gondolok, a tétmérkőzéseken nem tudják önmagukat hozni, és ez egy lelki stressz hatás, amit nekünk meg kell oldani, edzőknek, játékosoknak, tehát a csapatnak egyaránt. Ha ezt mi meg tudjuk oldani, és a játékosok nem remegő kezekkel, lábakkal mennek a pályára, akkor sok kellemes percben lehet részünk. De...